Szép jó estét kívánok! Önök a Tea 349-kor című műsor következő adását látják. A ma esti műsorhoz is igen jó szórakozást kívánok, és szép jó estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ma esti vendégem igen messziről, Izrael államból érkezett, Rónai András színművész. Fogadják szeretettel. Szervusz, András, hogy vagy? Szervusz, kiválóan, köszönöm szépen. Ez mindenre érthető, közérzetre? Hát majdnem mindenre. Volt egy kis, egy családi esemény, de hát ez nem tartozik a nézőkre. A testvérem halt meg Bécsben. De visszajöttem Pestre, mert Pestre érkeztem körülbelül egy hónappal ezelőtt, nyári szünetem van az Izraeli Nemzeti Színházból, és ilyen rossz híre jöttem Európába, de én Pesten mindig jól érzem magam. Tehát tulajdonképpen ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi az, ami Pestre vezérel téged rendszeresen, hosszú-hosszú évek óta, azon kívül, hogy jól érzed magad? Hát az igazság az, hogy minden más kifogás. A lényeg az, hogy jól érzem magam, mert mondjuk az, hogy megalapítottam az Izraeli Magyar Baráti Társaságot, az csak kifogás volt. Arra, hogy jöhessek. Tehát kvázi magadnak alapítottad? Hát ezt nem mond hangosan, mert félreértik, mert azért annyira nem van az embernek egy kis közéleti lelkiismerete. De az igazság kedvéért én nagyon szeretek a szülővárosomban lenni, és szeretem Magyarországot. Én amikor elmentem 16 és fél éves koromban, hát arról se az ország nem tehetett, se a város. Sőt, az emberek javarésze sem. Egy réteg, két réteg, ez az egész. Milyen viszontagságokon mentél keresztül, amikor elhagytad az országot? Hogy amikor elhagytam? Vagy mi előtt? Vagy miután? Hát inkább, hogy miután, mert mi előtt, azt úgy hiszem a történelmet. Igen. Mindenki ismeri. Hát nem, igen, az már nem is viszontagság, amit az ember önmaga választ ki, és önmaga határoz el, és úgy hiszi, hogy ezzel szabadabb ember lesz, talán elsőrangú állampolgár máshol, amikor nem látta a saját hazájában ezt biztosítottnak másodalkalommal. És ez volt a lényeg. Az ember szabadságra született. Hát erről csak inkább egy sztorival hadd válaszoljak, hogy ugye Kishon Ferenc, a világhírű izraeli, hát szintén pesti, hát minden világhírű humorista, jóformán magyar, ugye? A világhírű humorista Efraim Kishon, névre hallgat, héberül, ugye? Tehát Kishon Feri. Kishon Feri a Ludas Matyinak volt a tördelő szerkesztője, egészen 49-ig, mi egy időben hagytuk el Magyarországon. Egyébként együtt voltunk izraeli kibucban, ez ilyen földműves kollektíva, aki nem tudná. Ott kezdtük a héber ABC-t, az Alef Bétet magunkévá tenni. És a Kishon Feri bement a Ludas Matyi, borzasztó nagy karrier volt ez Magyarországon. 24 éves korában tördelő, vagy 23-24, tördelő szerkesztő volt, Gádor Béra mellett. És a Királyhegyi Pali bácsi találkozott fel a szerkesztőség folyosóján, és a Kishon Feri mindig azt mondta, szabadság. Hát akkor ez volt a divat, és talán így is kellett köszönni, hát talán így kellett köszönni. És a Királyhegyi bácsi azt mondta, hogy szabadság, és akkor félrejött, azt mondta, Feri, ha már elég jóban vagyunk ahhoz, hogyha a folyosón találkozunk, nyugodtan mondhatod nekem, hogy Pali bácsi, vagy Pali, vagy én, miért mondod, hogy szabadság állandóan? Pali bácsi meg fogja tudni. Kishon Feri 49-ben, mi mondám, Izraelbe vándorolt, új hazát találván, és a kibucból küldött egy
levelet a Ludasvacsi szerkesztőségébe, Királyhegyi Pálnak, egy borítékot, egy cédula volt benne, Szabadság. Hát így a Királyhegyi Pali bácsi megtudta, hogy a Szabadság az ez csak egy köszöntés volt, de hát ezt ma már mindannyian tudjuk, ugye? De hát minden, ami utána történt, az már nem is viszontagság, mert az ember önmaga választotta. Hát az, hogy 5 izraeli háborút végig küzdöttem, hát ne értsük félre, nem szaladtam a szuronnyal elsőnek, noha mindig a fronton voltam, mert én magam egy, jó magam egy kultúrcsoport voltam az izraeli véderőben egyedül, hát már csak a méreteim szerint is, de hadd dicsekedjek, hogy páncélkocsik tetején, a fronton, nem egyszer, néha egy tanklegénység előtt, vagy talán egy zászlóhaj előtt, Karintit mondtam, persze héberül. Tulajdonképpen ezek csodálatos, nyilván csodálatos élmények, de a kedves nézőnek azért el kell mondani, hogy ki is az a Rónai András, és azt hiszem, hogy ebben az országban nem kell mást mondani, csak annyit, hogy könyörgöm, akasszuk föl. Ezt a mondatot nem én mondtam. A filmre értettem. Mert ez a világ legnagyobb tévedés. Én a filmre értettem. Igen. Abban a pillanatban a kedves néző tudja, hogy a Valahol Európában című filmben te is szerepeltél. Hát én játszottam a Ficsúrt, ami az egyik főszerep a filmben. Ugye ez a Jan Pec srác, ugye, aki rongyokban habár, de egy ilyen nyaksállal, reszelővel tisztítja a körmét, és a többi, ugye. Hát mondjuk az én híres mondatom az volt, hogy de és mit csinált az édesanyád? Kérem, összeállt a fűszeressel. Az egyik híres mondatom volt. De egyébként ez, hogy könyörgöm, akasszuk fel, ezt a Harkányi Bandi mondta, persze. Harkányi Bandi, a Vígszínház kiváló művésze, ugye, úgyhogy ebből a filmből több jó színész került ki, hát került ki, már benne is volt, ugye, hát Gábor Miklós, Bánki Zsuzsa, Bárdi Gyuri, hát ne beszéljünk Somlai Artúrról, ugye. Tehát mondjuk ebben a filmben a Ficsót játszottam, és az igazság kedvéért mindig Magyarországon ezt felemlítik, megemlítik, ami jóformán jól esik, de valahogy tudod, én ma már 64-höz közeledem. Akkor 15 éves voltam. Eljátszottam a világirodalom legszebb szerepeit. És akkor maradtam a Ficsúr valahol, persze a magyarok emlékezetében, erről egy gyors sztorit elmondok, hogy izraeli nemzeti színházban játszottam, úgy hiszem a Falstaffot, a Windsori Vígnőkben, és kimegyek az utcára a színész bejárón keresztül, hát miért nem kijáró, minden színész bejárón ki, és jön egy hölgy, oda jön hozzám egy hölgy, egy ilyen erős dunántúli kiejtéssel Izraelben, Tel Avivban, és forró siker volt, Shakespeare, Windsori Vígnők, szegény Pécsi Sándor a főpróbája után vagy alatt halt meg, hát én ezt megúsztam eddig. Egyébként más közös szerepünk is volt, a nagy Romulus Dürmantól. De most nem erről van szó, hanem az, hogy kimegyek, a hölgy azt mondja nekem, művész úr, maga kiváló volt. Mondom, igazán köszönöm. Azt mondja, Valahol Európában című filmben. Tehát ezt nem moshatom le magamról, nem is akarom, csak egy furcsa, furcsa. Erről eszembe. Láttad az adaptációját, a musical adaptációját a Fővárosi Operáció? Hát láttam, igen, láttam. Először kiváló barátom, a Hamman Péter játsza a Somlainak a szerepét. Hát a színpadon ez egész más, ez egy musical. Nagyon kedves volt, szép volt, érdekes volt, fiatalok kiválóak, hát Péter nem kevésbé, de az igazság kedvéért egész más. Egész más. Baj van ilyenkor az összehasonlítással. Nem nagyon szabad összehasonlítani.
Hát önkéntelen az ember azt csinálja. Ez egy musical, ez színházban van. Más az egész. És a történelmi szituáció más volt akkor. Teljesen. De tény az, hogy a film jóformán klasszikus ma már. A magyar filmgyártás egyik klasszikus alkotása. És azért erre dacára mindennek, hogy azt mondom, hogy mindig a valahol Európában, azért büszke vagyok. Valahol Ázsiában. Hogy alakult kint Izraelben a művészi pályád? Tehát benne tudatos volt, hogy színész akarsz lenni, ráadásul hát idegen nyelven. Hát én 10 éves koromban kezdtem játszani a Lakner bácsi gyermekszínházában Budapesten, úgyhogy amikor kikerültem Izraelbe, akkor már 6,5 éve színész voltam. Te ezt írd és mondd, ez így van. Úgyhogy egyértelmű volt, hogy arra törekszem. Hát én magyaron kívül, hát németül tudtam valamit, mert valahol német óvodába jártam, de magyaron kívül jóformán csak ugatni tudtam. Hát héberül semmit, hát miért is tudtam volna. És megtanultam a nyelvet, igen gyorsan, és bevonultam véderőbe 18 éves koromban, ahol a harci kiképzés után rögtön a tábori színház tagja lettem. Erős 7. kerületi akcentussal, ugye? Ezzel együtt az elején, hát a srácokat én sminkelni tanítottam ott, amit Magyarországon ezt igen komolyan elsajátítottam, ezt a tudományt is, ugye pantomimára tanítottam őket, de rá 3 hónapra már héber szerepet játszottam a hadseregben. És úgyhogy amikor már leszereltem, akkor rögtön a Tel Avivi Városi Színház szerződtetett. Az akcentusom még nem volt tökéletes, de miután karakterfigurákat játszottam olyan fiatalon, 20 éves koromban, úgy ilyen kiejtésekben lehetett burkolni. És annak idején még az igazság kedvére a legtöbb kollégának is volt valamilyen idegenes kiejtése, mert még kevés benszülött volt a színészek között. Az egyik Németországból jött, a másik Lengyelországból, a harmadik Oroszországból, tehát bizonyos akcentusokat érezni lehetett. A magyar ennek ellenére elütött, szóval, és a magyart egy kicsit ki is gúnyolták. És akkor voltak ilyen gondolataim, hogy Magyarországon kigúnyoltak azért, mert talán a vallásom más volt, ugye, ott meg azért, mert magyar vagyok, hát ilyen előfordul a Földön, de csak a legelején. Aztán a Hébert sikerült elsajátítanom, meglehetősen gyorsan. Úgyhogy én mondjuk azok közé a szerencsém, és sok nagy szerencsém volt, szóval azok közé tartozom, akik az első másodperctől kezdve beolvadtak, 100%-ig, és a nyelvet anyanyelvi szinten bírom, hát mondjuk talán valamelyest folyékonyabban, mert abban élek, ugye Héber színész vagyok, de hát azért hadd mondjam el, hogy közel egy 250 keresztül a nyári szüneteimben magyar színházat csináltam, egy kicsit a lelkemnek. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Héber színész vagy, és anyanyelvi szinten a Hébert bírod, azon kevés általam ismert, külföldön élő színész közé tartozol, aki a magyar nyelvet is ugyanolyan szinten bírja, mint anno. De szeretnék nagyon gyorsan, hogy vége felé közeledünk lassan a beszélgetésnek, azért nagyon kevés művész, és külföldön élő magyar művész, te vagy az egyetlen, aki egy csodálatos kitüntetés birtokosa. Kulturális kitüntetés birtokosa. Izraelben? Igen. Hát Izraelben ugye, hát magyar mondjuk magyarok közül, hát talán kellemetlen, hát nem nagyon dicsekedhetnek sokan. Ha mondjuk nem az én szakmámban, a szóval nem színészek, nem a Prokultúra Ungarica,
az egy magyar kitüntetés. Azt mondom, hogy magyar amire... kitüntetésnek, Izraelben, az egyetlen. Mert Izraelben ugye állami díjas vagyok, nem. És a többi. De nem. Az, hogy én Magyarország, vagyis a magyar kultuszminiszter kitüntetésével bírok, Pro Cultura Ungarica, mondjuk az a rendhagyó, mert az, hogy Izraelben 46 éve ott élek. Erre akartam kérdezni, hogy ez rendhagyó. Úgyhogy mondjuk ott minden rendben van, mert állandóan dolgozom, tehát, de minden rendben van, egy borzasztó régi viccet kell elmondanom, ami nem passzoltad a kérdésedhöz, hogy egy gyerek nem beszél, egy éves, másfél éves nem beszél. Elviszi a mama az orvoshoz a srácot, és a gyerek nem beszél már doktorról ennyi és ennyi ideje, megviszi az orvos, azt mondja, a gyerek néma. Hát az asszony borzaszt, egy mama, egy anya, szomorúan, idegesen hazamegy, csinál a srácnak egy kakaót, a gyerek szájához veszi a csészét, azt mondja, fúj, ez forró! Azt mondja, beszélsz! Hát eddig miért nem beszéltél, mert eddig minden rendben volt, ugye? Ezt arról, hogy... Úgyhogy én az a kívánságom, hogy az elkövetkezendő bis 120-ig, tehát még 120-ig fordítsam azért. Minden rendben legyen, sok egészséget, boldogságot, és sok-sok szép szerepet kívánok neked, nagyon és köszönöm a beszélgetést. Boldogan.